rájöttem, hogy egyszerűbb lesz Survivor Challenge-et indítani, és Survivorben Little Boy nehézséggel megcsinálni. Most utána néztem, hogy lehet a leggyorsabban összehozni ezeket az achievementeket, és azt találtam, hogy Survivor Little Boy nehézség lesz az, ahol ezek a lehető legjobban összejönnek. Survivor az egy végtelenített kör. Azt hiszem nem lehet kijutni semmilyen módon, tehát nem ad be fölösleges eventeket, amelyek kijutásunkhoz szükséges, hiszen nem akarunk kijutni, meg akarjuk üríteni őket. Sok olyan event kell, amitől ez a elrablás, stb. Összejöhet, viszont ha jól tudom, itt nem lesz 60 másodpercünk összeszerelkezni, hanem csak kapunk egy kezdőszettet. Na, itt van a family. Mindenki ilyenkor lenn van a Survivor-be? Tehát, hogy mind a négyet lehozzák? Vagy nem mindig? Na mindegy, most szerencsénk van, ez a kezdő felszerelés, amit kaptunk, ezzel kell gazdálkodni. Első nap, nem történt semmi. A lényeg az, emberek, hogy jól osszuk be. Most szerintem a 40. nap környékén szoktak jönni a banditák, odáig ki kell húznunk, szóval minden nap becsomagolok, de nem küldöm ki őket még expedícióra, max csak egyszer, vagy kétszer. Azért kell minden este becsomagolni, mert akkor lecsökkenthetjük az akcióknak, vagy az actionoknak a valószínűségét, és akkor tovább tudunk túlélni, hogyha minden este becsomagolunk, de nem küldjük ki őket az expedícióra. Közben egyébként arra is hajtunk, hogy megőrüljenek, szóval tessék, valami, Mirincsének születésnapja lesz hamarosan. Mit adjunk neki? Lehetőleg semmit, hát ha jó-rosszul fogja érezni magát. Az ugye már az őrület kerülgeti őket, már nagyon szeretnének valamivel játszani, mivel üssék el az időt, egyébként nem tudom miért van a puska ott, mint lehetőség, hogy azzal elütik az időt itthon. De jó, hát figyeljetek, nem nyomunk semmit, őrüljetek csak megfele. Oké, honnan jön ez a zöld csöpögő folyadék? Valamivel állítsuk meg valamelyik csőtelen kiukat? Nem állítjuk meg semmivel, hát ha Méricsin átváltozik tőle. Bár akkor nem tud megőrülni, szóval nem is örülnek neki, hogyha most átvált. És átváltozott! Ne! Mennyi erre az esély? What? Első játékra? Hanyadik napnál tartunk? 9. nap átváltozott Mary Jane? Ha Survivor rekordot szeretnék dönteni, akkor ez tökéletes lenne. Nem tudom erre hány százalék esély van, de... De nem ez volt a cél, hanem az, hogy elrabolják, de így se elrabolni nem tudják sem, pedig megőrülni nem fog tudni, mert ez már megőrültnek számít. Ha? Ez őrült? Jaj, de szép vagy, jaj, de gyönyörű. Ó, ezt húzzuk a fejére? Bábuska sapkát? Ez, jó. Hát jó, akkor 9. nap, Mary Jane kiküldjük, hát mutásként, tehát hogy lesz ebből egy őrültség, nem ezt akartam összehozni. Ráadásul lesz Survivorben, ami pont arra van, hogy minél tovább és tovább éljünk túl, de hát ez konkrétan valami nagy szerencse, de hát kellett nekünk most ez a szerencse? Közben visszajött ez a gyönyörűség. Nem mentünk rá a rádió, mit hoztál? Egy puskát. Azt mondja nekünk üzenetket, és az adta egy puskát, következő üzenet, oké, megint egy kaja, két víz, iszonyatosan jó, tehát annyira durván OP, amikor átváltozik. Semmivel küldtük ki, és ennyi mindennel jött vissza. Ez maga a felfedező, és tessék, pihennie sem kell, már is megy a következő expedíciójára, de miért? Hát várjátok, még a banditáknál ez nagyon jól jöhet. Bár hogy jöhet jól? Várjunk csak, gondoljuk át, hogy jöhet jól ez a banditáknál. Ez csak akkor jöhet jól a banditáknál, hogyha ugye először az a cél, hogy a banditák jöjjenek és elraboljanak minket. Tehát az a baj, hogy ez a Mary Jane, ez meg tud minket védeni a banditáktól, úgy, hogyha semmilyen fegyvert nem vetek be, ő maga a fegyver! Tehát ez benne a durva, hogy meg tud védeni minket egyszer a banditáktól, lehet, hogy talán kétszer is. Tehát az kéne, hogy amikor a banditák jönnek, akkor Mary Jane házon kívül legyen. Mert akkor el tudják vinni a Timit. Hát ezt úgy kell időzíteni. Mary Jane haza is jött. Csaj, de boldog valaki, a pup nő a hátán. Hozott medkitet? Jézusom! Két víz, egy kaja. Ez túl OP. Mary Jane-nel nem lehet meghalni. Most már... Oké, nagyon durva meg fogunk betegedni, hogyha most azonnal nem orvosoljuk a dolgokat. Gázmaszk. Mary Jane-nek úgysem lesz szüksége itt a gázmaszkra. Neki már mindegy, szóval. Itt bent el tudjuk használni. Na ez mi? Már is bandita támadás a 31. napon? Ez valami másfajta, mert itt lehet a lakatot is használni. It was just a group of all ladies who... Igen, hát akkor mégiscsak azok. Azt hittem banditák jönnek, akkor szokott hasonlók lenni. És ezek a öreg nyanyák, akik most elénk álltak,
Amikor kinyitottuk az ajtót, akkor megtámadtak minket az esernyőikkel, meg a botjaikkal. Valamivel vissza kell... Hát ez jó, ezek biztos nem a banditák. Ezek biztos nem a banditák, hát akkor bezárjuk az ajtót. Old Man Jim! De jó, hát ez egy szerencsénk van. Megint egy kellemes event. Odaadja nekünk a szerencsehozó kövét. Remélem, az csak megitatni tud. Vagy hát nem a kő, hanem maga a Jim. Na jó, hát akkor haladunk. Ezzel a mutánssal too easy. 46. nap. Mostantól kezdve jöhetnek a banditák. Írta is vajon a könyv? Nem néztem, de majd most mindjárt megnézem következőnek. Mik ezek a hangok? Meg fogunk őrülni, el kéne ütnünk valamivel az időt? Hát... Let's go. Kártyázzanak egy kicsit. Úristen! Traitor! Valaki áruló. A Timmy az áruló. Hülyeségeket olvasgat a kis könyvébe, de nincs is itt a kis könyve, most épte szét. Beveszi a szovjet propagandát. Kirúgjuk-e Timmy-t a shelterből? Nem. Majd a banditákkal elraboltatom a gyerekemet, és majd visszarablom. Oké, okay. Átmehetünk a szomszédot és kirabolni, van egy széfje a nagy szobájában, vajon átküldjük-e valamelyik családtagot? Hát menjen, Timmy fiú, menjen! Ez még nem számít olyan rablásnak, amitől vér fog tapadni a kezünkhöz, szóval ez nem olyan durva dolog. És meg se betegedett a Timmy? What? Eltöbbénk, ha meg szokott betegedni, de hozott egy rádiót. Valami... Például a handbook az nincs meg. Oké. 56. nap jött az első bandita támadás. Be akarnak jönni hozzánk. Na most ez az, amiről beszéltem nektek korábban, hogy vajon ilyenkor mi legyen? Hogyha én most beengedem őket, tehát nem védekezek semmivel, akkor game over-t kapok-e? Vagy csak elveszik egy családtagom, mert elvileg az kéne, hogy most elrabolják a családtagom, vagy egyik családtagomat. És aztán később azt vissza tudjuk majd szerezni remélhetőleg egy eventtel, ha beadja. Ez a baj, itt duplán kell szerencsésnek lenni, de attól félek, hogyha én most itt beengedem őket, lehet, hogy csak game over. Szóval lehet, hogy már ezen is szerencse múlik, hogy itt most mi lesz. De máshogy nem rabolhatják el családtagunkat, csak így. Nekem most nem szabad semmit sem nyomnom, szerintem. Úgyhogy nézzük, mi lesz most? Game over? Nem, folytatódik. Mi történik? Ah, Dolores! Pont a nőt! Hát mondjuk... Én is előbb vinném a Dolores, mint ezt a hülye gyereket. Megint... Ja, ezt nem adjuk a vízünket most. És milyen jól jött ki, milyen szerencsésen most jött vissza a Mary Jane. Ha a banditek arra jöttek volna be hozzánk, hogy itt van a shelterünkön belül egy ilyen asszony! Szerintem nem gondolkoztak volna azon, hogy valamelyikünket elrabolják. Tehát nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, pont úgy jöttek ki a dolgok, ahogy terveztük eddig. És most van egy nagyon jó védelmünk. Na most kéne, hogy beadj... Hozott handbookot. Most kéne, hogy beadj... kaja kéne még. Most kéne, hogy beadja azt az eventet, hogy banditákat... Hogy mi is megtámadhatjuk a banditákat. És ez beszarás. Itt van. Van egy közeli bandita támadás, vagy egy bandita shelter. Vajon bekockáztatjuk-e a szerencsénket, és megpróbáljunk erővel behatolni odájuk, és megfélemlíteni őket? Hát, puska. Figyelj. Ha ez most meg lesz az első körre, ez a rohadt nehéz achievement, amit én mondtam nektek, hogy hát nehezen tudom kihangsúlyozni, hogy mennyire kevés esély van erre, hogy ez meglegyen. Ha ez most elsőre meg lesz, túl easy lenne, túl jó lenne. Nézzük. Visszaszerezzük egy Dolores-t. És megvan! Hát ezt nem hiszem el. Dolores! Hát welcome back! Hát ezt nem hiszem el első körre, de úgy, hogy még azt is beadta, azt a szerencsét is beadta, hogy itt legyen ez a mutáns szar. Tehát oké, egyetlen egy achievement hiányzik akkor ebben az egész játékban az, hogy mindenki megőrüljön. Hát GG! Hát GG! Hát úristen, mekkora GG! Beszarás! Jó, nem, hát... Hihetetlen, nem tudok mit mondani, hát ez túl nagy szerencse. Ez túl nagy szerencse, emberek. Na jó, akkor most már csak hogy őrítsük meg őket? Szerintem Mary Jane nem tud megőrülni ebben a formában, vagy igen? Őrítsük meg az összes többit akkor. Mi történt a térképpen? Ez hogy lehetséges? Ja, Ted! Az őrült Ted.
WC papírnak használta a térképet. Hát, ha ki kell törölni, akkor ki kell törölni. Még jó, hogy nem a feleségét hitte WC papírnak, vagy nem tudom. Élek, miért nincs én hozzá kaját? Térképet lehet... Harmonikát? Egy gázmaszkért? Oké. Okay. Léci, Mary Jane, kérlek, most meg fog halni Ted! Az anyádat, Mary Jane. Picit mérges vagyok rá. Old Man Jimmy? Csak úgy kérdezem, a szerencsehozó köveddel mi van, Old Man Jimmy? A szerencsehozó kő? Hm? Old Man Jimmy? A szerencsehozó kővel mi a helyzet, Old Man Jim? Hm? Milyen szerencse ez, Old Man Jim? Szerintem ez lehet, hogy csak itatni tud a kő. Ó, kifoszhatjuk az iskola buildinget. Na ebben még lehet 4 kaja, nézzük. Vértapad a kezemhez, és... Ebben majdnem mindig 4 kaja volt, de most 4 víz! Azaz! Hát piáljuk halára magunkat! Igen, ha nagyon éhes vagyok, egyébként az éhséget lehet csökkenteni, vagy csillapítani, nem, hogy... Éhen lehet halni, úgyhogy ha az embernek nagyon sok vize van, nem? Csak annyit kell inni... Éhen lehet halni, mi? De hát akkor megtelik a hasad vízzel. Vagy ezt azonnal ki is húgyozod. De... Én mindig azon gondolkoztam egyébként, emberek, hogyha nekem csak tökmagot lehetne ennem például, vagy szotyit, hogy... Ha csak egy marék szotyi lenne itt a kezembe, vagy egy végtelen mennyiségű szotyi lenne itt a kezembe, akkor én éhen tudnék halni, úgy, hogyha csak a szotyira lennék utalva. Tehát az az én kérdésem, hogy tudok-e annyi kalóriát bevinni, olyan gyorsan enni a szotyit, vagy a tökmagot, hogy fedezze azt a mennyiségű energiát, amit én elhasználok arra, hogy szotyit és tökmagot eszek, meg hogy gondolkozok, meg hogy lélegzek, szóval, hogy így értitek. Tehát fel lehet tartani szotyiból az embernek magát, ha csak azt eszi. Én ezen gondolkoztam, hogy tudom-e olyan gyorsan enni a szotyit, hogy bevigyek ugyanannyi energiát. Igen? Miért ti ezen nem gondolkoztatok még? Mert a magvakban elég sok energia van. Ki gondolkozik ezen? Én sok ilyenen szoktam gondolkozni. Azok mellett, hogy azon töprengek, hogy mi az életem értelme. Azon kívül ezen is sokat szoktam gondolkozni, hogyha vajon csak szotyira lennék utalva. Mert ugye tudjuk, hogy a húsban, meg a gyümölcsökben, meg hogyha az ember így úgy akar táplálkozni, azokban van annyi kalória, hogy fedezze az energia használatomat. Na de, hogyha én csak szotyira vagyok utalva, csak tök magra vagyok utalva, akkor abból vajon van-e annyi energiám, ha folyamatosan eszem, mert gondoljatok bele, például a tehenek is folyamatosan esznek, meg mit tudom én, és akkor tudják fedezni az energiállásukat, akkor vajon nekem is lenne elég. Ó, ez megint egy nagyon jó trade. Mary Jane, mit hoztál? Vizet! Kimentem vinni. Mary Jane, lányom, egy dologra van szüksége, hozzá kaját az éhező családodnak. Mi azok vizet? Akkor igyatok! Hát el kell használni ezt a rengeteg vizet. A szegényebbek angol korba halnak meg, mindig csak rizset esznek a földeken, amiből hiányoznak a fontos vitaminok. De hogyha ezektől most eltekintünk, igazából csak az volt az én nagy kérdésem itt a fejemben, hogy a kalória mennyiséget lehet annyit bevinni szotyiból, mint amennyit használunk. Mert például vannak olyan kaják, amiknek az emésztése például a zeller, az több kalóriát igényel, mint amennyi van benne. Tehát annak a lebontása a szervezetünkben, ezért fogyaszt, hogyha az ember mondjuk ilyeneket eszik, hogy zeller, meg brokkoli, vagy talán a brokkoli az nem is, de van egy csomó olyan kaja, ami kifejezetten fogyasztó hatással van az emberre, mert rengeteg kalória annak a lebontása, és arra az volt az én nagy kérdés a fejemben, hogy szotja az vajon milyen? Mert a tökmag az vajon milyen? Na jó, legyen vége. Na. Ezt az egy nőt, ezt menekítsük akkor ki. Hát ki volt az ajtó mögött? Hozott kaját, ezt ugye, itt vagyok, megérkeztem. Anya kaja kellett, apa kaja kellett. Hey, hoztam kaját. Nem. Elkéstél, Mary Jane. Elkéstél, és a megmentő expedíciónk is elkésett. De nem ez a lényeg, mert nem ezért kezdtük, hanem az achievement miatt, ami meglett. Meg is mutatom. Liberation. Menekíts meg valakit a banitáktól. Na, akkor ki gondolta volna, hogy a legnehezebben meglévő achievement nálunk? Az ez. Őríts meg mindenkit a shelterben. Tényleg ez a legnehezebb feladat mind közül. Na, jó ez, jó ez. Hát az előző az egy parádéskör volt ezzel a 9. nappal. Mary Jane átváltozott.
Timi, mit hoztál? 4 kaja, 6 víz! Timit egy cuccal küldtem ki, 4 kaja, 6 vizet hozott. Zseblámpa és térkép. És igaz, az ammót elvesztette, de hozott még egy baltát is, ennyi. Timi carry, Timi visszahozta. GG, Timi, megcsináltad, amit a húgod, nővéred elcseszett, azt te most visszaemelted nekünk. Köszönöm. Köszönöm, Timi. A klausztrofóbia, jaj, de nehéz a klausztrofóbiával elbánni. De jó, hogy pont mindenki itthon van. Kiengedjük-e őket, egy kis friss levegőhöz szabaduljanak? Nem. Őrüljetek csak meg a klausztrofóbiában. 29. nap. Ted megőrült! 29. nap, és még tele van a kaja és pia raktárunk Timinek köszönhetően, mert ő egy csodálatos gyerek! Nagyon szeretem ezt a Timit! Egy jobb gyerek vagy, ennyi! Én egy olyan szülő vagyok, aki rangsorolja a gyerekeit! Téged jobban szeretlek, mint a húgodat! A húgod egy semmire kellő szar! Timikém, te vagy az én kedvenc gyerekem! A kedvencem vagy! A kedvencem! Nem olyan semmire kellő, rústja szar, mint a nővéred! Ez most kitört belőle, szegényke, úristen. Nem akarok ilyen szülő le. Higgyétek el, ha én egyszer szülő leszek, nem leszek ilyen szülő. Tehát ez tényleg higgyétek el. Ez csak velük csinálnám így, tehát. Hogy ezt nem voltam meggyőző. Nem ilyen szülő leszek majd. Ezt ígérhetem. Azaz! Azaz! Timinek hamarosan születésnapja közeleg. Meg kéne őt lepnünk valamivel. Minek örülhetne igazán, ha mondjuk nem kap ajándékot? Pedig ő volt most a jó gyerek, ő volt most a jó srác, aki bizony annyi mindent hozott nekünk haza, aki megmentette ezt az egész kört. És most ne adjunk neki ajándékot? Hát nem kap. Nézzük, mi lesz belőle. Megőrül-e? Lehet ez még kevés hozzá. Nagyon jól bírja. Miért? Miért nem őrültél bele, hogy nincs ajándékod? Na jó, Ted! Egy dolgod van! Menjd meg, betegeskedő, ernyett feleségedet! Menjd meg! Itt van az ammó, elvileg ezzel 30% esélye lehet hozni Medkitet. Na! Menjd be minden tudásodat és menjd meg feleségedet! Ha igazán fontos neked, most hozol Medkitet! Most leteszteljük, hogy vajon mennyire fontos neki Dolores? Ez ezen múlik. Az sem biztos, hogy hazajön. Az lenne még a vicces, hogy de inkább talált magának egy másik nőt, nem jön ma haza. Lement teért a boltba, 30 évre. Ted megbetegedett odakint, és szereti a feleségét. Ted az önfeláldozó, hozott Medkitet. Így van, Ted bebizonyította, hogy ő egy odaadó férfi, és ha bár ő lebetegedett odakint, de hozott egy Medkitet, amit oda tud adni, kedves betegeskedő feleségének. 4 víz volt a suliban, és 4 vizet hozott még egyébként, tehát egy víz mágnások lettünk. Sok minden mást is hozott, de nézd meg, Ted, ez ugye halálom, covidos lettem odakint, de tessék, itt van a covid ellenszer, és így átnyújtotta a Medkitet a feleségének, aki most be lehet, ezt meg tudna magától is gyógyulni, nem? Mindegy, átnyújtjuk neki a Medkitet. Kérlek, Ted, akkor viszont most te ne hallj meg. Na, akkor most leteszteljük, hogy a felesége szereti-e. Nézzük. Na vajon, viszont is működik-e az a szeretet? Elment a légy. Viszont is működik-e? Hozzál nekünk Medkitet. Basszus! Ne! Trédelhetek Medkitet zseblámpára. Nagyon megérős tréd. Basszus, ezért küldtem ki a Dolores-t. Medkitért. Ráadásul az ammóval. Na jó, le kell tesztelnünk. Nem. De ha most nem élek ezzel a lehetőséggel, nem biztos, hogy Dolores fog hozni, és akkor Ted meghal. Na most mi legyen? A biztosat választjuk, de cserébe akkor elveszítem a zseblámpát, és akkor lesz nekem Medkitem. Vagy inkább bízunk Doloresbe, és a szerelmébe, a férje iránt. És akkor viszont lehet, hogy meghal. Hát ez most nem lesz egy túl racionális lépés tőlem, de nem trédelünk. Dolores?
Basszus. Hát így bízom, a nőkbe az ember. Hát milyen szeretet ez? Aj. Nagyon nem indítom ki, most már segít, most már csak megőrítjük. Oké, Ted magától kell meggyógyulnia. Gyerünk, Ted, gyógyulj meg magadtól. Mi? Összejött! Azzal, hogy nem hallgattuk meg ezt az egy kis alkalmas rádiót, egyszer csak a kör, amikor azt hittem senki nem fog megőrülni. Egyszer csak, mindenki megőrült. Nulláról százra. Puhu. Hát, GG, emberek, megint csak. GG, meg lett akkor az utolsó achievement is ebben a játékban. Teljesen kivittük. Az összeset, a képek közül megszerezhető összeset megcsináltuk. Megvan az achievement, mind a kettő egy streamen belül, pedig én azt mondtam, hogy azt hiszem, hogy ez szerintem, ha 10 órát játszanánk, akkor sem biztos, hogy megvan. Jó, hát mondjuk taktikusan játszottunk, tehát hogy azért nagyjából már ismerjük, hogy mi miután mi fog történni, de akkor is azért ezt meg kellettem tolni egy jó nagy adag szerencsével. Ez volt az utolsó kép, ami még nem volt meg nekünk, szóval a mai nap, és ezt kimondani is furcsa, kimaxoltuk a 60 seconds-ot. Kimaxoltuk ezt a játékot, az összes kép megvan, amit csak el lehet élni benne. Hát amikor kezdtem, hát nem is tudom hány évvel volt először az első videó belőle, nem gondoltam volna, hogy egyszer megéljük azt, hogy itt az összes kép meg lesz. Ránéztem erre az achievement falra, és azt mondtam, hogy hát ez soha nem lesz kész, nem baj, nem is ezért játszom, csak játszunk, mert fun. És basszus, egy kicsivel később arra lettünk figyelmesek, hogy emberek, megcsináltuk az összes achievementet benne, amit csak össze lehet gyűjteni. Nagyon jó, nagyon örülök neki, nagyon komoly, de kicsit sajnálom is, hogy de valamit még kéne benne. Valamit még kéne, ezt nagyon szívesen csinálgatnék benne, hogyha lennének taszkok, de hát az összes challenge is kész. Úgyhogy ezzel hivatalosan is kimaxolva a 60 seconds. Köszönöm a GG-ket, aztán találkozunk hamarosan. Jó éjszakát mindenkinek, sziasztok!